első alkalommal vizsgázott hazánkban az Airbus H-Force fegyverrendszerének 20 mm-es gépágyúja. Képességeiről már itthon is képet alkothattak a magyar felségjelű H-145M helikopterek személyzetei. Első alkalommal tartottak ugyanis éles lövészetet a Magyar Honvédség legújabb forgószárnyasaival a táborfalvai gyakorlótéren. A történelmi pillanatokat Koller József dandártábornok, a Szolnok helikopterbázis parancsnoka is figyelemmel kísérte. 2021. szeptember 23. az valóban bekerül a H-145-ös helikopterek magyarországi történetébe, hiszen ez az első olyan alkalom a mai napon, amikor eldördült egy fegyver a H-145-ösön itt a lőtéren gyakorlás céljából. Megelőzte ezt egy hosszas folyamat, ahol a repülőműszakiak és a pilótáim megtanulták a helikopternek a harcászati alkalmazását, a lövészetet és a fegyvereknek az alkalmazását. Ennek mondhatnánk azt, hogy az első sikeres két főszállása meg is történt. Én egyeztettem már a pilótákkal, és azt mondták, hogy jól viselkedett a helikopter, oda mentek a lőszerek, ahova kell. A hajózók, a repülőműszaki szakemberek és az előretolt repülés irányító katonák közös munkáját dicsérő sikeres végrehajtás során nem csak a fegyverrendszer vizsgázott első alkalommal, de különböző harcászati eljárások alkalmazására is első ízben adódott lehetőség. Menetből, függésből, ugrásból és zuhanásból is végrehajtották a feladatokat. Ezeket természetesen végrehajtották otthon szárazon légtérbe, majd ma reggel szárazon itt a lőtéren, és utána került arra sor, hogy éles lőszerrel is végrehajtsák a feladatot. Összehasonlítva a Mi-24-es harci helikopter típussal, a H-145M kapcsán Koller József dandártábornok úgy fogalmazott, hogy a Magyar Honvédség új forgószárnyas típusa rendkívül sok terhet levesz a hajózók válláról, így figyelmüket a harcászati feladatokra összpontosíthatják. Szólt arról is, hogy a típushoz tartozó H-Force fegyverrendszernek a gépágyú csak az egyik eleme. A teljes képesség elérése érdekében szükséges elemeket lépésről lépésre építik be a kiképzésbe. Az eddig elért eredmények azonban mindenképpen bizakodásra és büszkeségre adnak okot. Mivel én a kezdetek kezdetétől benne vagyok, nekem ez olyan, mintha a gyerekem lenne, megmondom őszintén. Tehát én, ha kell, nem alszok, nem eszek, csak itt lehessek ezeken az eseményeken, hiszen valóban ez a Magyarország biztonságáról szól. Arról szól, hogy a magyar emberek a megérdemelt biztonságban nyugodtan aludjanak otthon. Ezért volt fontos nekünk az elejétől fogva, hogy minden fillért meggondoljunk, minden másodperc repülést, és én azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen tudtuk eddig fönntartani.